Kedves nézőink, minden alkalommal úgy zárjuk a beszélgetés Gordon Istvánnal, hogy Lengyelországban is történik mindig valami, főleg mostanában, hiszen jövőre választásra készülnek, és kicsit felpesdült, felbojdult a lengyel belpolitikai élet. Jó reggelt kívánok, üdvözlök itt az adásban. Jó reggelt kívánok neked is és a kedves nézőknek. Kezdjük azzal, hogy akkor Lengyelország, hogy a hetenként megjelenő közvélemény kutatások közül a legutóbbi, amit láttál, az mit mutatott? Nagy változás nincs, egy folyamatos gyengülése van a Kaczyński-féle kormánypártnak, a jog és igazságosságnak. Van azonban, mert ugye nem egyfajta közvéleménykutatás készül, ki a legszebb, ki a legjobb, ki a legutálatosabb, szóval mindenféle, és most ez egy tegnapi egészen friss valami, ami tegnap tettek közzé, hogy ki a legnépszerűbb, vagy inkább mondhatjuk úgy, hogy ki az a politikus, akinek a leginkább hisznek, és ki az, akiben a legkevesebb bizalmat fektetik a hétköznapi lengyel emberek. Szóval a legnépszerűbb politikus szerepét már nem először, de ismét Dudától, az államfőtől vette át, Varsó főpolgármester, mondhatjuk, hogy Varsó fiatalnak mondható főpolgármestere Csaszkowski. Duda ott valahol a második helyen, és harmadik helyen még mindig nem Tusk van, ugye az ellenfélnek, az ellenzéknek a vezére, hanem Morawiecki, ő alaposan lemaradva az élmezőny mögött. Most nézzük meg a fordítottját, hogy a legkellemetlenebb, a legkevésbé szeretett politikus az a igazságügyminiszter, aki egyúttal pártelnök is, és a legfőbb ügyész. Nem csoda, hogy nem kedvelik őt, mert túl sokat tud, túl sok van a kezébe, és azt se felejtsük el róla, hogy azért a szélső jobbhoz igen szoros szálak kötik. A második legkevésbé kedves lengyel politikus pedig a szélső jobbnak a vezetője. Ezek egészen ügyesek, ezek a lengyelek, és okosak. És harmadik pedig hátulról Kaczyński. Tehát a harmadik fokát ő még így is megszerezte a legkevésbé kedvelt lengyel politikusok sorában. Azt mondtad ugye, hogy Morawiecki ugyan erősen lemaradva az első kettőtől, de a harmadik a népszerűségi mutatók listán. De ő az, aki egy darabig hasonlóan Dudához, hogy hol együtt beszél a PISZ elnökével, Kaczyńskival, hol időnként, mint a külön is beszélne. Ugye nyilvánvalóan gondolom, mindenki igyekszik megmutatni a saját maga politikai arcát, hogy szeretné megőrizni a saját maga politikai arculatát. És ennek kapcsán kérdezem, most legutoljára a Morawiecki miniszterelnök úr, már nem is tudom, hogy hol nyilatkozta a V4-e kapcsán, hogy esetleg újból kéne Magyarországgal együtt ezt a V4-es dolgot fölmelegíteni. És mindezt annak a fényében kérdezem, hogy a lengyel, illetve a cseh külügyminiszter, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy az egész V4 pont azért bukott meg, mert a magyar miniszterelnökkel nem tudtak jól kijönni. Akkor hogyan nézzük ezt az egészet? Nem csoda, ha nem emlékszel rá, hogy mi volt ez az újság. Ez egy kormánypárti, nem azt mondom, hogy neve nincs, mert van neve, az a neve, hogy Sjecsi, magyarul hálózatokat jelent, című internetes is, illet, meg két papír alapú lap is, de én megmondom őszintén, én nem ismertem eddig ezt a lapot, lehet, hogy nagy a bűnöm, ismerem a kormánypárti lapokat, ismerem azokat a lapokat, amelyet talán minden magyar ismer, hogy Gazeta Viborcsa, amely a legnagyobb példányszámú, a mai napig valamikor 1 milliós példányszáma volt, ma 100 000-es nagyságrenddel, bőven fél millió alatt is nagyon örülnek neki, hogy ennyiben megjelenik. Nos, ez a lap valamit lehozott a hétvégén, vagy hát vasárnap tulajdonképpen, de lehet, hogy a lengyelek értik, én nem értem sajnos, de nem találtam még olyan lengyelt, aki meg tudta volna nekem magyarázni, hogy ez mi. Azért nem tudják megmagyarázni, amit te elmondtál, igen, azt mondta Morawiecki, hogy ő megpróbálkozik a V4-ek újra teljes létszámban való együttműködését elősegíteni, illetve a magyarok azért mégiscsak az a nagy-nagy barátság fűzi, és ha nem is értük egyet az orosz-ukrán háború kapcsán mindenben,
hozzáteszem, sőt, semmiben jó formán. Attól függetlenül ő megpróbálná még egyszer a magyarokat, nem még egyszer, megpróbálja a magyarokat ismét bevonni a harcba. Jó, tudom, vannak elméletek, hogy miért. Egyik fél se kapta meg azt a bizonyos nagy újjáépítési alapokból származott összeget, de én az egészet nem értem. Ha valami ötlete van, most már számítsuk le Duda államfőt, ő újjászületett, saját útjait járja, ha utasításokat nem fogadja meg Kaczyńskijét minden tekintetben, de a lényeg az, hogy most kitalálta azt, hogy ez az újság, hogy leközli Morawieckinek a, nem tudok más mondani, gondolatait, de nem stimmel valami. Egyszerűen arról van szó, hogy elnézést, közben megszólalt egy telefon, amit most nem akarok elmenni. Nem baj, majd abba hagyja. Majd abba hagyja, gondolom, előbb-utóbb. Szóval nekem ez rendkívül komolytalannak tűnik, ugyanis Kaczyńskitól erre biztos nem kapott utasítást, mert Kaczyński nem szólal meg. Duda államfő szintén nem szólal meg. A politika, a lengyel politikai élet elit egy tagja sem szólalt meg ebben a témában, az ellenzék mélyen. Nem azt mondom, hogy hallgat, hanem csak nem szólal meg. És akkor még itt vannak a szlovákok, a csehek, hát talán őket is meg kellett volna kérdezni, hogy egyetértenek abban, hogy újra kezdjék a teljes körű V4 munkáját. Szóval számomra ez így komolytalan, ugyanis a diplomáciában pontosan tudjuk, hogy egy nagyon komoly politikai döntést előz meg minden intézkedést. Pár héttel ezelőtt Morawiecki közölte, hogy elválnak útjaink a magyaroktól. Tehát az nem lehet, hogy két héttel ezelőtt elválnak, elterik néhány nap, és jobb lábbal kelünk, nem bal lábbal, és azt mondjuk, na, mégiscsak csináljuk vissza az egészet. Hogy mire, mi volt az tulajdonképpen, ami Morawieckit elindította, hogy erről elkezdjen nyilatkozni, hát sokféle elmélet születik, mert azért a hétköznapi lengyel, nem a hétköznapi lengyelek, azok a lengyel ismerőseim, akik a politikában napi jártasságra tettek szert, ők mondják, hogy egyszerűen nekik egyetlen egy ötletük van, Morawiecki annyira meggyengült, hogy valamit kellett csinálnia, hiszen talán legutoljára, amikor beszélgettük, említettem, hogy a kormánypárt nagyon nagy az elégedetlenség. Egyszerűen követeli Kaczyńskitól, hogy távolítsa el a székéből a miniszterelnököt, mert Morawieckivel nem lehet a jövő évi választásokat megnyerni. Egyszerűen erről van szó. Nem lehet, én nem tudom ezt tovább fokozni. Tény, hogy amikor Magyarország ellen kifakadtak a lengyelek, amit Kaczyński kezdte, talán emlékszünk arra, hogy pár hónappal ezelőtt, nem sokkal a háború kitörése után küldte Kaczyński személyzeti szakrendelésre a magyar miniszterelnököt. Igen. Aztán Duda államfő erősen kritizálta, hogy a gazdasági kapcsolatok terén a magyar-orosz együttműködés virágzik, a üzemanyagbeszerzés, a kőolajbeszerzés az oroszoktól függ, és a fegyverszállítás elől is elzárkozott Magyarország. Én ugyanakkor hozzáteszem, hogy közben minden uniós határozatot, döntést a magyar kormány Brüsszelben elfogadott. Tehát alaposan meg van keverve ez a jelenlegi nemzetközi helyzet. Na most ez egy felhívás keringőre, amit Morawiecki tett, vagy mi akar lenni, nem tudom. De Magyarországon is szinte minimális a válasz erre. Csak a sajtó foglalkozott vele, politikus se hallottam, hogy éppen annyira örült neki, mert egyszerűen még senki, se a politológusok nem tudják a helyére tenni ezt a Morawiecki megnyilatkozást, és eltelt három nap, amióta ezt elmondta, és senki nem szólal meg. Na ez itt nekem a nagyon furcsa, nincsenek elemzések, nincs semmi, ami ezt gorcső alá venni. Az a kérdésem, hogy
Tegnap lehetett olvasni a sajtóban, nem tudom, hogy mennyi az igazságtartalma, hogy megint lehet egy konfliktus forrás, vagy egy nézetkülönbség a orosz állampolgárok vízumkérelme kapcsán, ahol ugye állítólag a magyar kormány három emberért nagyon ki akar állni, hogy ezek is tovább, hogy mondjam, áshatják az árkokat, és akkor, ha igen, akkor senki nem fogja előhúzni a magyar kártyát Lengyelországba, sem így, sem úgy, valószínűleg? Hát Morawiecki adott egy lendületet, de hogy ebből mi jöhet ki, az, mondom, nekem az egész ügy rendkívül gyanús. Egyszerűen ilyen nincs a politikában, ilyen, nekem ez komolytalan. Egy dolgot ne felejtsünk, érzelmek, se pozitív, se negatív érzelmek, se barátság a politikában nem számítanak. Egyetlen egy dolog számít, mégpedig az érdekek. Ha már akkor... Qui protest. Jó, világos. Lehet-e látni majd rövidesen Tuskot és a varsói főpolgármestert együtt, bárhova, közösen elmenni, megjelenni, mutatva azt, hogy az ellenzék valamennyire módon egységes, vagy ez még egy kicsit korai lenne, vagy erről ne is álmodozzon senki, aki kormányváltást akar Lengyelországban? Talált csőjet. Megtörtént elmúlt szombaton. Egy hatalmas országos találkozót szervezett a polgári platform, amelynek vezetője, Tusk. Ugye tudjuk, hogy Donald Tusk. Ugyanakkor, hogy elmondtam, az ország legnépszerűbb politikusa, Trzaskowski. Tehát Tusk már régóta forszírozza az együttműködést a pártok között. Ő itt volt Magyarországon, több politikussal is beszélt a választások előtt, és ő akkor valószínű, mert előtte nem hallottam ilyenről beszélni. Utána viszont rendszeresen visszatért magyarországi látogatása, illetve az ellenzék tüntetésén való felszólalása után, hogy itt nincs más lehetőség. Ha egy pillanatra még visszaugrunk arra a közvéleménykutatási formára, hogyha most vasárnap lennének a választások, akkor most már én nagyon kerek számokat mondok. A kormányzó pártnak lenne 30%-a, az ellenzéknek pedig 55%-a. Uh-huh. Tehát ez majdnem a duplája. A kormánypárt győzhet esetleg mégis a választásokon, ha nem fog össze az ellenzék. Na most ők egy pártban vannak, viszont eddig viszályikodás volt megfigyelhető közöttük. A szombati találkozó, amely egy országos találkozó volt, ezen kézenfogva a színpadon elmondták, hogy, ezt Trzaskowski mondta, hogy továbbra is Tuskot tartja és nem támadja a polgári platform vezetőjének, mivel ez a legnagyobb párt, az ellenzék vezetőjének, és mindenkit arra buzdít, ő is most már, hogy fogjanak össze. Tusk barátságból pedig azt mondta, hogy ilyen társat ő ritkán kaphat, és nagyon bízik benne, hogyha ő a politikától visszavonul, ami nem biztos, hogy olyan távoli, hiszen közeledik a 70-hez, de Tusk Trzaskowski meg az 50-et alig lépte túl, hogyha ő a politika színpadáról lelép, akkor Trzaskowski Varsó főpolgármestere fogja követni a párt és az ország élén egyaránt. És ez nem hogy bizakodásra, hanem komoly gondolatokra sarkalhatja a pártagok, az ellenzék tagjait, nem csak a pártagokat, és még egy programpontot hirdetett meg Donald Tusk, amiről ő nem hajlandó lemondani, mégpedig az abortusz visszaállítását. Tehát nem, tudjuk, hogy a világ egyik legszigorúbb abortusz törvénye. Vérfertőzés esetén is kötelező megszülni az a szerencsétlen a gyermekét. A program azt mondja, hogy 12. hétig a magzat, illetve a fejlődő élet eltávolítható az anya méhéből. Persze még párton belül is kapott a fejére ezért Tusk,
az egyház erre, látod, erre már azonnal megszólalt, sőt, Duda elnök még aznap kijelentette, tehát ez múlt szombaton hangzott el, még szombaton délután kijelentette, hogy ő olyan törvényt nem ír alá, amely az abortusz legalizálását bármilyen formában is, a jelenlegi formánál is enyhébbé teszi. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen olyan a nőket maga mellé állította, biztos, hiszen olyan nő, aki a saját testétvel haragban van, ebből az szempontból olyat te még nem láttál, és a világ sem. Értettem, miután kiszaladtunk az időből, így egy nagyon fontos témát legközelebb fogunk megbeszélni, Robert Lewandowskit a Barcelona színeiben. Szerintem, amire ez a téma sorra kerül, addig Lewandowski vissza fog vonulni. Értettem. Köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, és azért legközelebb is hívunk téged. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ennyi volt már a Pirkadat. Holnap reggel Blaher Péter fogja köszönti önöket. De ne feledjék, híradó jön, és a híradó után számtalan jobbnál jobb műsor is látható lesz nálunk. Nézzenek minket. Velem legközelebb pénteken találkoznak a Pirpoolban. Addig is a legjobbakat, viszontlátásra.